A négy nap mérlege pozitív, hisz szemmel láthatóan örömmel fogadták és támogatják az RMDS-t az itteni lakosok, mondta Markó Béla. Küküllő, Nyárád és Marosmente RMDS egy szenátorjelöltje ugyanakkor hozzátette, a kampánykörút leghasznosabb részének azt tartja, hogy a helybéliektől személyesen tájékozódhat a gondokról és a sikerekről egyaránt. Aszfaltút van ott, ahol eddig nem volt, azt jelenti, hogy civilizált körülmények között dolgozik számos iskola, hogy itt-ott új óvodát lehet látni, vagy éppen most kezdtek hozzá az építkezéshez. Tehát úgymond nekünk is egyfajta megerősítő bizonyíték volt ez arra, hogy ezt elkezdtük, de ezt a következő években folytatni kell, és nem szabad kiengednünk a kezünkből az eszközöket. Korodi Attila környezetvédelmi miniszter azt hangsúlyozta, munkája távolról sem lehetne ilyen hatékony, ha az önkormányzatoknál, valamint a parlamentben tevékenykedő RMDS-es munkatársaitól nem kapna napi segítséget és tájékoztatást. Ezt az együttes felelősségvállalást kell megerősíteni a november 30-ai választásokkor, mondta a miniszter.